Nem tudom, emlékszel, hogy már, hogy néz ki ez a műsor, de ott, hogyha tetszik egy hír, akkor ezt válsz ki és mondd meg. Egyetem mondjuk a harmadik, és akkor, az, akkor valami high note-on tudunk zárni az intro előtt. Egy szót nem értettem. Jó, ami... akkor én azt választom, ahol a ízi, ahol a néger atléta nőt a jú megijeszti. Én azt választom, mert abban az egész illiberális vagy. Magyar, hogy mondjam, rendszernek ez a ravaszdi trollsága benne van, az meg abban, a, abban az egyetlen, tudod, hogy a nigernő megijed a magyar géniusztól. Ide jött gyorsan futni, és azt gondolta a birka, hogy az meg majd előle. Amúgy szerintem így már meg is vagyunk, de... Ja, szerintem ebből... De ez rögzítve is van? Hát ez most élőben. Nagyon jó. Ez már megy. Igen. Ja. Köszöntünk mindenkit az új évadban. Ez most másfél hónap kihagyás volt. Lehet, hogy már is felejtett mindenki, lehet, hogy fel annyian se fognak nézni, ki tudja. És Puzsér Robertet is köszöntjük itt. Örvendek. Végre sikerült meghívni. És hát nagy büszkeség az én számomra, meg egy nagy megerősítés az egész eddigi munkásságomnak a koronája. Megtisztelés. Így van. De ez úgy működik, hogyha bárkinek jön egy 100 000-es ilyen, akkor lehet, hogy megjelensz. Vagy ez ilyen lutri? Hát ez olyan, hogy én általában azt szoktam nézni, hogy az mekkora presztízzel jár egy ilyen megjelenés, és úgy vagyok, hogy a 1936-os berlini olimpiára hívtak volna meg, az oda mentem volna el lennie szívesebben. És az közvetlen azután itt van a második helyen ez. Mert oda a Führer hívott volna. Érted? Azért az egy más presztízs. Ezzel a hírrel akartál kezdeni? Ne, hát én úgy voltam vele, hogy nyilván nagyon sok fontos hír történt a nyáron, amit részben azért, mert már mindenki foglalkozott vele, részben azért, mert minket nem érdekel egyáltalán, nem tudunk foglalkozni sajnos, de például nem tudom, Robi, hogy a nyárnak a legfontosabb hírének melyiket tartod, hogy mit tartasz a nyár legfontosabb hírének, de nem az, hanem ez a következő a nyár legfontosabb híre. Maláj medve a kínai állatkertben. Igen, nyilatkozatban bizonygatja egy kínai állatkert, hogy a maláj medvéig nem medvejelmezes emberek, de nézzek, hogy néz ki. Hadd néz ki az a kurva medve. Hát legalábbis gyanús az, ahogy a mancsa hajlik. És tudod, ez már olyan, hogyha már bizonygatni kell, hogy ez nem medvejelmezes ember, ott már régen rossz. Egyébként ez olyan, mint egy mrozsek. Tehát a mrozseknek van egy ilyen elbeszélése, ami arról szól, hogy a gondozók megeszik az állatoknak küldött ellátmányt, és így az állatok éhen halnak. És a megoldás az lesz, hogy a gondozók szállnak be az állatoknak a helyére. Ami egészen jól is működik egész addig, ameddig meg nem dobálják őket. És amikor megdobálják őket, és valamelyiket pofán találják, akkor az egyik állat... kikelve magából azt mondja, hogy a kurva anyádat, bazd meg. És akkor lesz a botrány, mert ez már eljut a fővárosba és a központi bizottságig terjed a hír, és akkor ott megmondják végül, aztán megmondják a teljes támogatást az állatkerttől, és nem marad más, mint hogy a gondozók egymást tegyék meg. Hát nehéz elképzelni. Hát legalábbis nehéz elképzelni, hogy ez egy... Amúgy ez... Hogy ez egy állat. De ahogy állat, nézd a lábát, nézd. De közben milyen érdekes, hogy a feje az egész realisztikus, de tényleg az a mackon a drága seggén. Igen, meg melyik állat áll így? Tehát melyik állatnak módosult úgy a lába, hogyan az emberi, hogy így, minthogyha arra konstruálta volna a medvét az evolúció, hogy két lábon járjon pedig. Hát nem gondolod, hogy ez tényleg ember lenne, akkor azért nem állna így, nem? Hát lehet. Meg azért ez mennyire szarmeló. És ez nem olyan, mint Junak lenni egy atlétikai VB-n, hanem itt gyakorlatilag napi 8 órában nem aranyoskodnod kell, hanem állatkodnod. Itt nem az a cél, hogy szeressenek, hanem itt az a cél, hogy a természetet lássák benned. Tudod, az evolúciót lássák benned, és ne pedig egy nagyon aranyos, cuki, jelmezes alkalmazottat. De amúgy ez tényleg medve. Ezek a természetben is ilyen balfaszul néznek ki. Ezt utána néztem. Csak egyszerűen nem mindenki van hozzászokva ez a medvefajtához. Tényleg, hogy gyűrődik a hát. Tekerd már fel a képre az elején, nézd, hogy nézd, édes Istenem. A világ balfasza. Valahol egész Kína ilyen, hogy valójában Kína az, amelyiknek folyamatosan magyarázkodnia kell, hogy ez tényleg egy kínai falu, ezek tényleg kínai emberek, ezek tényleg boldogok, ezek tényleg elégedettek a rendszerrel, és valahogy ugyanígy
az átlag kínai, akiről mi hozzánk híradás jut el, olyan, mint ez a jelmezes medve. Hogy így valójában tudjuk, hogy nem olyan jó ott az élet, tudjuk, hogy nem olyan boldogok, csak mindegyiknek el kell játszania, mindegyik egy jelmezes medve, aki a kínai kommunista párt kedvére játsza, hogy Kínában minden rendben van. A leleplezés élménye az mindig ugyanez, hogy hát valójában az egy jelmez, és hogy vedd le a jelmezt, öreg, és látjuk, hogy a jelmez alatt sovány vagy, látjuk a korbács nyomokat a hátadon. Pontosan tudjuk, hogy a kínai népköztársaságban nem olyan kurva jó az élet. De a látszat az fontos. Szóval, hogy ezek a patyomkin falvak, ez egy patyomkin medve. Valójában, és valahogy Magyarország is ilyen lett, ezek az illiberális államok. Pedig ez csak egy kis kedves hír volt, Robi. Még ez még egy kedves hírnek számít. De én tudod, mire asszociálok ebből? Tucker Carlsonra, aki Orbán Viktorral beszélgetve, azt kérdezte, hogy mi a titka annak, hogy Magyarországon emberek százezrei mennek ki Magyarország államalapításának az évfordulóján, és boldogok és büszkék arra, hogy magyarok. Ez az erős nemzettudat. És az, hogy itt virágzik az ország. Így fogalmazott Tucker Carlson Magyarországra vonatkozóan, hogy Magyarország virágzik. Nem, mondjuk nem volt itt sokáig. Úgy nem, és Borsodban meg Nógrádban sem. Lehet, főleg ott nem, tudod. Csillagos szállodákban szállt. Igen, meg Szabolcs-Szatmár Bereg megyében sem volt, hanem megérkezett Ferihegyre, Ferihegyről elvitték a Hilton Hotelbe, és a Hilton Hotelből meg egyenesen a Karmelitába. És akkor ilyen körülmények között, ilyen körülmények virágzik. Hát amit ő látott, tényleg virágzik az ország. Hát egy újságíró nem gondolt, hogy körbenézett. Nyilván, ez a Tucker Carlsoni élmény. Ahogyan ő látta Magyarországot, úgy látjuk mi itt Kínát, vagy a medvét, vagy valójában... Lehet, hogy ő is elment egy faluba például Felcsútra, és látta, hogy virágzik. Igen. Szép. Hogy mondjam, ha pénzt kapsz érte, nem is nagyon sok pénz, csak egy normális pénzt kapsz érte, akkor tudod medvének látni. Ha nem kapsz érte pénzt, és úgy, csak úgy ingyen kéne mondanod valamit rá, hát azt mondod, hogy hát ez egy jelmezes kínai. De ha normálisan, csak normálisan megfizetnek, akkor ez egy medve, nem? De miért feltételezed, hogy egy kínai ember van benne? Ja, úgy érted, hogy egy svéd. Hogy egy maláj. Ja nem svéd. Egy dán. Nem, hogy egy maláj. Igen, lehet, hogy egy maláj oly sokkal olcsóbb. És lehet, hogy ez már olyan meló, amit kínai el se végez. Bár ezt nehéz elképzelni. Egy újabb fontos hír, amit valamiért a Csokidnak nagyon megütötte a fülét, és én nem értem, hogy miért Csoki, úgyhogy létszik. Én böngésztem a Telex címlapot, és ez került elém, hogy megújult a McDonald's több burgere, nem tudom, hogy hallottál erről, Robi. Az étteremlánc vendégei az Egyesült Államokban először 67, jó, mindegy, hogy újul meg. Az összetevők, a recept és az elkészítési mód azóta lényegében változatlan maradt, nyugodj meg, Robi. A marhahúsos szendvicsek, köztük több burger, mint például a sajtburger, a sajtos McRoyal és maga a Big Mac most megújultak, derül ki a cég közleményéből. Azt ígérik, hogy a húspogácsa még forróbb lesz, a sajt olvadtabb, a zsemle pedig ízletesebb. Tudom, nehéz feldolgozni. Erről a Telex, meg a magyar sajtó úgy tudósít, mint egy hírről, ami egy teljesen nyilvánvaló ilyen PR cikk. Ami hát csak arról, hogy mostantól még forróbb, még zamatosabb, még ízletesebb. Olvattabb, sajt még olvattabb. És ezt az Index, tudod, meg a Telex, meg a HVG, meg a társai úgy hozzák le, mint egy hírt, hogy ők ezt kikutatták. A Magyarország kedvenc étterméről van szó. Tudósítják a magyarokat valamiről, ami a magyarokat érinti. Utána megy egyből a tarhálás, a Telexnek szüksége van rád, segíts minket akár csak 1000 forinttal, hogy több pénzt tarhálhassunk a McDonald's-tól, jelezve, hogy mostantól még szamatosabb, még forróbb, még olvadtabb. Én azt hiszem, lehet, hogy szeptember elsőjén, hogy semmi nem történt. De te Telex, ez mindent lead, amit így kiküldesz neki sajtóközleményben, mert akkor mi is kiküldhettük volna, hogy indul az új évad. Nem ad le mindent, csak hogyha elég nagy szereplő vagy, elég fontos, és hogyha elég globális szereplő vagy, akkor úgy tűnik, hogy úgy csinálnak, mint a hír lenne az, hogy még zamatosabb, még forróbb. De legalább valami konkrétum lenne benne, hogy nem. De hát az a konkrétum, hogy mostantól még inkább megéri a McDonald's-ba menni enni. Na várjál, nem. A sajtburger és a Big Mac elkészítésekor a só bors mellett a hagymát is már a grillen rászórják a húspogácsára. Hát, hogyha valamiről fontos, hogy a magyar ember tudjon, hogy már a grillen rászórják, érted? Tudósítani kell a magyarokat, mert tudod, az informáltság magabiztossá tesz. Íme. Amúgy másfélszeresére is növelték a szósz mennyiségét. Ez csak, majd nem szerettem volna, hogy ez még zamatosabb. Ez jó, hogy erről nem maradtunk. Közben gondolom csökkentették egy évtizeden keresztül. Most nem kisebb már...
Még meg nem kisebb, mint régen. Ja, arról elfelejtett beszámolni a Telex, mint egy sajtburger. Én olvastam egy másik cikket, épp az Indexen, ugyanerről. Mert hát fontos, hogy sok rétűen tájékozódjunk. Tehát, nem szabad egy helyről. Nem szabad egy helyről megtudni. És ott például szóval az Index sokkal alaposabban tudósított erről, és cáfolta a McDonald's ezt az álhírt, hogy kisebbek a burgerek. A burgerek nem lettek kisebbek, de zamatosabbak. Pofád lett nagyon. Így van, ahogy a Marosán elvtárs annak idején megmondta, pontosan, a pofánk lett nagyobb. A következő nagy blokkunk az NPC is. Igen. Van rendes hírünk is, mert nyáron azért történt világviszonylatban is érdemi történés. És mint a boomerek így rácsodálkozhatunk mindig a legújabb őrületekre. Jú, azt a megérett a világ a pusztulásra, hogy nem tudom, miket kell mondani ilyenkor. Miket kell? Mintha a 20. században nem lett volna, nem jött volna el a pusztulás. Úgy mondják ezt a megérett a világ a pusztulásra, mintha a szüleik meg a nagyszüleik nem ismerték volna személyes élményből karnyújtásnyi közelségről az apokalipszist. És újra ezek az apokalipszisnek az óhajtása van. Tulajdonképpen a politikának ez a jobboldali trollfele az ilyen gátlástalanul ráhajtott ezekre az élményekre, ezekre a szavazatokra, az ehhez tartozó világlátásra, hogy valóban most már a transz WC-k nyomán itt az ideje, hogy egyszer és mindenkorra letöröljük a táblát és újra rakjuk. És hát én azért óvakodnék ettől, azért a 20. században érzékeltem. De melyik szintre rakjuk újra? Most már az van, hogy nem csak a baloldal akarja a kultúrát egyszer és mindenkorra újraírni, vagy a múltat végképp eltörölni, hanem most már az van, hogy a jobboldal is. Most már a jobboldal is ezzel házal. Miután a baloldal jelezte, hogy ez ér, hogy ez a kártya, ez benne van a pakliban, azt mondta a jobb oldal, hogy igen, tényleg? Hát én végig ezt akartam, de ti azt mondtátok, hogy ez nem ér. Tényleg? Hát akkor az anyátok picsája, akkor én is azt mondom. Mindenki vissza a startmezőre. Mi meg a barlangrajzokhoz? 68 elé. Hát. Tehát így érti a jobb oldal is, meg a bal oldal is. Vissza 1968 elé. Még mielőtt ez az őrület elszabadult. Ők így, mert ahonnan ők nézik, most már a jobb oldalon és a bal oldalon konszenzus van ezzel kapcsolatban, az egy őrület, az egy téboly, ami 68-ban kiszabadult a kontroll alól. És a jobb oldal folyton ezt akarta mondani, de nem merte. Mert a bal oldal az 68-at egy ilyen szentségnek tekintette, és a jobb oldal hát tudomásul vette. Aztán amikor azt látja a jobb oldal, hogy a bal oldal megy neki 68-nak, a bal oldal vizsgálja felül 68-nak, mondjuk a szexuális forradalomnak az értékvilágát, akkor azt mondják, hogy bassza meg. Hát mi végig ezt mondtuk, és ti azt mondtátok, hogy nem ér. Most megér, hát akkor így játsszuk. Ezt hittem, hogy azt mondja, hogy akkor mégse. Hát ti azt mondjátok, hogy töröljük el. Ja, és igen, és rögtön Kövér László bedob egy 360 mikrogram LSD-t. Csak azért, hogy pukkadjanak a liberálisok. Nem hiszem, hogy a fideszesek droghoz nyúlnának bármikor. Vagy férfi nemi szervhez, a sajátjukon kívül, úgy értem. Itt húzzuk meg a határt, jó? Ja. Nyáron például történt olyan is, hogy ugye a klub lesmárolta Orbán Viktort a koncerteken, ez is mindig megerőszakolta. Igen? Erőszakot. Hát férfi erőszak. Egyrészt férfi erőszak, amit ha Orbán Viktoron követnek el, akkor Orbán Viktor tulajdonképpen megfosztják a szexuális, meg a nemi szerepétől, meg attól a helyi értéktől, amit ő betölt a teremtésben. Hiszen Orbán Viktor az, aki egy meredező, szövegként álló kétharmaddal kurja segbe az Európai Uniót. Nem azért van Orbán Viktor, hogy őt kurja segbe a Krúbi, vagy belevigye egy ilyen nemtelen, szó szerint nemtelen szexuális játszadozásba, hanem Orbán Viktornak kéne az uniót fedeznie, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, és akkor azt látjuk, hogy miközben Orbán Viktor fedezni látszik az uniót, őt fedezi a Krúbi hátulról, ez nem fér bele. Nem láttad, hogy Erdogánnal milyen képek kerültek elő? Milyen képek kerültek elő? Nem tudom, nagyon-nagyon ilyen összemelegedtek. Állítólag több volt a török a várban aznap, mint amikor Buda elesett. Lehetne szebben ünnepelni az államalapításnak az évfordulóját tenni? Itt tiszteletet látok Orbán Viktor arcán, tiszteletet, meg az, hogy imponál neki az erős ember. Az erős ember arcán meg lenézést látok, vagy valamiféle jól van öreg, ennyire nem kell azért rajongani, vagy nem kell annyira... Igen, vagy nem, hogy valahogy azt látom, hogy az Erdogan ezen a képen méla közönnyel
nyugtázza Orbán Viktornak a szeretetét, vagy a rajongását, de Orbán Viktor meg egy őszinte ember, egy őszinte rendes magyar ember nem szab gátat a saját érzelmeinek, hanem hagyja azokat kifejeződni. Nem, ugye én a Trumpnál szoktam ezt látni, hogy óriási rajongója az Orbán, szóval így nem tudja eltitkolni, hogy mekkora fan, és így, így olyan vicces látni, hogy így fangörködik mindig. Ebben van egy kis érdek is. Szerintem micsoda? Orbán Viktor... Ebben elég nagy a konszenzus a jelenlegi politikai elemzők körében, hogy Orbán Viktor nagyjából Donald Trump visszatérése mentheti meg. Hogyha Donald Trump visszatér, akkor ez az ukrán háború ez véget ér. Én úgy képzelem, hogyha Donald Trump visszatér, akkor a NATO, vagy hogy úgy mondjam, az Egyesült Államok elengedi Ukrajna kezét. És akkor ezekről a megyékről, hogy Donyeck meg Luhanszk, ezekről Ukrajna lemondhat. És akkor lesz egy határmódosítás, vagy valamiféle, most lehet, hogy nem lesz hivatalosan érvényben egy ideig, vagy ezeket a megyéket nem fogja annektálni Oroszország azonnal úgy, ahogyan a Krímet, de minden esetre Ukrajna keresztet vethet ezekre a megyékre. Tehát akkor annak vége lesz. Akkor lesz egy új status quo, lesz mondjuk egy új határ Oroszország és Ukrajna között, és Oroszország elkönyvelheti, hogy érdemes erőszakosnak lenni, érdemes újabb és újabb hadjáratok képében Oroszország határait kijebb és kijebb tolni, megint sikerült. És akkor az ukránok készülhetnek az újabb, a következő orosz-ukrán háborúra, ami már nem Donyeckért és Luganszkért fog zajlani, hanem majd még további újabb megyékért, egyen még egyel beljebb. Milyen jó, hogy ez mentheti meg Orbán Viktort, ami minket elveszejthet. Igen, ez mentheti meg Orbán Viktort, mert Orbán Viktor jelenleg hát nagyon elszigetelődött a világpolitikában. Most augusztus 20-án itt a várban vendégül látott egy csomó államfőt meg kormányfőt, de hatalmon lévő nyugati politikus nem jött. Láttam, hogy a neveket azért az... Tadzsik, üzbék, a türkmén, kazah, azerbajdzsáni. De szerintetek nem jönne el vezető. Nyugati vezető, hogyha hívnál. Nem jön el. Nem tudom, nem tudjuk, hogy azt hívja el, de hogy nyugati vezető nem jön el, és most már nem csak nyugati vezető nem jön el, most már a V4-ből sem jön el senki, most már lengyel sem lehet, jön. Lehet, hogy nem nyílt. Lehet, azt mondják, hogy elmennék, de sajnos... Nem, elmennék, nem de sajnos el. Megütöttem a bokámat, vagy megütném a bokámat. Na, hát felhívják, hogy hé, te mész? Én nem. Viszont abban az esetben, hogyha Trump nyer, Amerika elengedi Ukrajna kezét, Ukrajna... belemegy a határmódosításba, mi mást is tehetne. Véget ér a háború, esetleg rekonstruálódik Oroszországgal való gazdasági kereskedelmi kapcsolat, tehát helyreáll a kőolaj és földgáz import. Ebben az esetben visszatér a régi, még Merkel és Putyin szövetségében reprezentálódó virágzó európai orosz kapcsolat, amiben Orbán Viktornak kulcs szerepe van, fontos szerepe van. Ebben az esetben Orbán Viktor megmenekül, ebben az esetben a nyugati félteke legnagyobb birodalma újra Orbán Viktor pártcsaládjából, politikai közegéből kerül majd ki, vagy annak a vezetése azzal reprezentálódik majd, és Orbán Viktor újra a világpolitika, hogy is mondjam, zászlós hajójának a tattyán találja magát. De ha Trump nem tud visszatérni, akkor egy teljesen új helyzet áll elő, és akkor Orbán Viktor tartósan elszigetelődhet Európában, meg a nyugati féltekén, ezt majd az idő dönti el, de minden esetre a jelen állás szerint nem rosszak a Trumpnak az esélyei. Jó, de most, tehát Orbán Viktor jogosan bizakodik. Ha elszigetelődik Orbán, attól meg itthon ugyanúgy be tudja adni, hogy minden a Brüsszel hibája, meg igen. Szóval itthon nem kell félni attól, hogy nem lesz újra választva. Addig tudja beadni, ameddig az emberek valamelyest a pénzüknél vannak, vagy azért nem élnek szignifikánsan sokkal rosszabbul. Hogyha tartósan sokkal rosszabbul élnek ciklusokon keresztül, mondjuk két-három, igen, ez már elkezdődött. Ez az első olyan ciklus, amikor az emberek a saját bőrükön érzik a hatalomnak a gyengeségét. Két-három ciklusban, ez viszont sosem lesz. Hát az Isten tudja, hogy... Két-három ciklus. Hát, ez jó kérdés. Most de megmondom őszintén, hogy én két utat látok, vagy két lehetőséget látok arra, hogy itt az illiberális rendszer megdőljön. Az egyik az egy teljes államcsőd,
A másik az meg az, hogyha hát Orbán Viktorral történik valami baleset. De reméljük nem ilyesmi. Fog. Nem. Hát a jó Isten. A jó Isten, a magyarok Istene tartsa meg. Nem, igen. Nem mi voltunk, hogyha valami történik. És most akkor most már ideje elkezdeni a fontos dolgokról is beszélni. Igen, de ez Orbán Viktor megnyugodhat legalább a Krúbi csókjától. Szóval ez a új TikTok örület, az NPC-k ellepték a TikTok. Ezt vágod? Hogy mit az NPC az elvileg ez a számítógép által generált karakter, aki nagyon-nagyon primitív algoritmus alapján működik. Így van. Amúgy az, igen, ez az alapján. Készültem, meg van a kettes. Ez egy egész esti kutató munka volt? Igen, és úgy terveztem, hogy ha ezt a tételt húzom, akkor ezzel, hogy pusztán ezt tudom, ezzel már megvan a kettes. Vannak ilyen streamerek, akik azt játsszák, hogy ők NPC-k, és mindig ugyanazt reagálják dolgokra. Az NPC az valójában nem egy metafora ennek a tömegembernek. Még miért belelátnád ennek. Személyiségétől megfosztott tömegembernek a metaforája, akinek nincsen saját személyisége, és hogyha, mint ahogy a született gyilkosokban tudod, hogyha lelövöd, akkor nem megölsz valakit, hanem megszabadítasz valakit, mint amikor egy zombit ölsz meg. Tudod, hogy valójában egy élő kárhozott, akit, hogyha megölsz, akkor a szenvedésének vetsz véget, és tulajdonképpen megváltod őt, hogy ő már a pokolban van, és azzal, hogy megölöd, a mennybe juttatod. Nem ennek a metaforája. Lehet, hogy erre gondoltak, de lehet, hogy kurva sok pénzt keresnek belőle. Nem tudom még melyik. Lehet, hogy erre gondoltak. Ezek a fél pornósok, amatőr pornósok. Lehet, hogy erre gondoltak, Robi. Ide jöttem tele ábrándokkal, álmokkal, amelyek a világot színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá, és egy kicsit igazabbá teszik, és egy teljesen kiégett vén faszként fogok innen távozni. Yes. Kai, Madigan, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Yes. Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me write it, huh? Hee-haw. Kibaszott agyhalál. Ez a legprimitívebb tartalomba az meg, amit az életemben láttam. Szerintem ez olyan, hogy ha a plafont nézed, vagy a plafonnak a repedéseit nézed, az tartalmasabb ennél, nem? Tartalmasabb ennél, mert ha a semmit nézed, vagy a tűzbe bámulsz, az legfeljebb nem közöl veled tartalmat, de nem vesz ki az agyadból tartalmat. Tehát ez olyan, mint a vákum, mintha kiszívná a már meglévő gondolataidat. Tehát már valamit kigondoltál, de elfelejted, mire ezt végignézted. Tehát ez negatív tartalom. Nem egyszerűen nem kapsz tőle semmit, hanem elvesz. Én amúgy egyetértek veled abban, hogy a tüzet nézni azt jobb ennél, de mondjuk azzal vitatkoznék, hogy a plafon repedésében szerintem sokkal kevesebb csöcs van. De itt van csöcs, de igazán nem látjuk, tehát rendesen erre nem lehet jól kiverni. Viszont semmi másra szerintem sem jó. Már pár embernek biztos sikerült, mert... Jó bizonyára, igen. Szerintem olyan is van, aki a tűzijátékra ki tudja verni. Sőt, nekem az az elméletem, hogy bármi van a zsebedben, ha most belenyúlsz a zsebedbe, bármit találsz a zsebedben, arra valaki már kiverte. Nem pont arra konkrétan, hanem hogy valami, hogy találsz egy öngyújtót, nem úgy értem, hogy arra az öngyújtóra, ami a zsebedben van, már kiverte valaki. De öngyújtótól szoktak mesztelen nők lenni. De szerintem mesztelen nő nélkül is kiverték már öngyújtóra. Nekem az az elméletem, hogy annyira régóta zajlik már az élet a földön, annyira régóta veri az ember a faszát, és annyira régóta van tárgyi kultúrája, hogy statisztikailag bármit találsz a zsebedbe, arra, nem pont arra, hanem olyasmire valaki valahol érted, már kiverte. De arra, hogy rácsöppent, vagy pont néz. Nem úgy, hogy rácsöppent és ráverte konkrétan, hanem hogy annak az élményére verte ki. Én biztos vagyok abban, hogy van olyan, aki a tűzijátékra veri ki. Mert a tűzijáték szép. Csak nem erotikusan szép, hanem az olyan máshogyan szép. De van, akinél ez úgy van, tudod, az agyában csatornázva, hogy nézi a tűzijátékot, és úgy jár, mint Orbán Viktor a kétharmados többségével, hogy nem látja a végét a meredező cöveknek. Csak ráveri a faszát, és nem tudja a rakétára ráspriccelni a gezit. Világos, hogy nem úgy veri rá, de a szó átvitt értelmében képletesen mégiscsak ráveri a tűzijátékra. Ez is megtörtént már. Meg lehet. De nehéz, tehát nehéz akkorát ejakulálni, hogy még mielőtt felrobbanna a tűzijáték, mert tulajdonképpen az is egy ejakuláció. Amikor föllövik az égbe, hogy meredezzen, alig lásd a végét, és akkor ott elcsattan. Tudod, és szanaszét. És spriccel. Van, akinek ez bejön. Én biztos vagyok benne. Milyeneket szoktál gondolkozni? Nem, én még nem vertem rá a tűzijátékra, de szeretnék egy nap eljutni oda. Jó, oké, az megvan, hogy szerinted IG-ba szól, akkor mi lehet szerinted a sikerének titka, hogy ezt is 30 ezeren nézik ezt a streamet, és rengeteg pénzt. De ez akkora szám ez a 30 ezer?
Sok, sok. Élőben, és nagyon sokan csinálják még mások is. És aha. Közben ugye adják be ezeket a nem tudom miket, amik pénzt. Mi ez egy freak show? Nyilván. Egyre aljább tartalom. Vagy csak ilyen egyre aljább tartalom. Az, hogy a közösségi élmény, mindenki ott van, és akkor ezen hüledezünk, de biztos van, ilyen őszintén, ez valahogy ez nem értem. De szerintem ez ennek az élménye nagyon hasonló a Balázs show meg a Mónika show élményéhez. Hát jó látni valakit, aki semmire kellőbb, ostobább, primitívebb, szarabb, mint én a legrosszabb állapotomban. Ez csak nem... Tudod, most ez eljátszik egy ilyet, de attól még lehet, hogy teljesen normális. Sőt, én... Nem lehet teljesen normális, aki erre vállalkozik, tudod, aki így viselkedik. Ez szégyentelen, ez a nő. Ez nem normális ez, amit ez a nő csinál. Még csak nem is vetkőzik, mondjuk lehet, hogy vetkőzik. Nem, de rettenetesen viselkedik. Tehát gyalázatosan viselkedik, így nem viselkedik kultúrember. Ezek után már nem tudom elképzelni róla, hogy kultúráltan fogalmaz, vagy nyilatkozik meg valamivel kapcsolatban. Igen, hányszor mondták ezt művészekre, Robi, hogy így nem viselkedik egy kultúrember, és megreformálják a művészetet közben. Melyik művész az aki most éppen ezt? Most olyan vagy, mint régen, akik kiakadtak a pánkokra. A Picasso, az például megcsinálta azt, hogy a saját kiállítás megnyitójára akkor a fürdőruhák még ilyen egész testet borító, ilyen kantáros fürdőruhák voltak, és elment az egyik kiállításának a megnyitójára egy ilyen kantáros fürdőruhában. És akkor természetesen a polgári közönség kiakadt ezen, és föl volt háborodva, hogy hát a Picasso mit merészel. Ez egy nagyon avantgárd polgárpukkasztó gesztus volt Picasso részéről. De azért a Picasso festményeket is festett, ugye? Tehát nem az volt a produkciója, hogy fölvette azt a kurva fül. Tehát festmény nélkül kantáros fürdőruhában elmenni a kiállítás megnyitóra, ez Varga Viktor. Varga Viktor plusz Picasso festészete egyenlő Picasso. Megvoltak a sztárallűrök, meg a szégyentelenség a Picassoban, az biztos, a Daliban is megvoltak. De hát oda volt mellé rendelve a festészete. Itt ebben az esetben hol vannak azok? Hol változtatta meg a képzőművészetet ez a kis picsa? Ezt majd 30 év múlva fog kiderülni, amikor majd tanulják az iskolában. El tudod képzelni, hogy 50 év múlva teljesen más művészetek fognak létezni, és ki tudja, hogy mi még nem tudjuk felfogni. Igen, de tulajdonképpen, ha ezt a csajt tanítani fogják az iskolában, akkor akár az is elképzelhető, hogy az iskolát fogják tanítani ebben a csajban. Nem? Te mondtál egy elképesztő dolgot, ehhez képest szerintem nem sokkal elképesztőbb, amit én mondtam. Az már tulajdonképpen nem olyan nagy különbség. Szóval a következő már... oktatási reformunk. Ahogy mindenki ebbe a csajba fog járni, és ott fogsz majd tanulni arról, hogy valaha volt iskola, amikor még nem ebbe a csajba jártál. Ja, én arra gondoltam, hogy a TikTokot fogják nézni az emberek otthon, a gyerekek, és akkor... Ott onnan fognak a tanárok streamelni. Igen. Mert annyi lesz összesen, de ilyen hogy... tanárok. Igen. Igen, és ez lesz a tananyag. Igen. Juhu! Igen. És azt mondták, hogy ez a trend az nem fog mostanában elhalni. Szóval nagyon népszerű. De nem arról van szó, hogy egyre kevesebb minősül tartalomnak? Tehát, hogy ez, amit itt láttunk, ez 10 évvel ezelőtt még nem minősült volna semmilyen módon, semmilyen formában tartalomnak, hanem a TikToknak, mint orgánumnak kellett megszületnie ehhez, erre a YouTube-nak reagálnia kellett a YouTube Shorts szolgáltatásával, vagy formátumával, és ma már elmondhatjuk, hogy ez tartalomnak minősül, tehát ezt tulajdonképpen ki tudja hívni. Most nem azt mondom, hogy Rudinák Alajost és a Panorámát, vagy nem tudom, hogy mi. Vagy a Bajersót. Vagy a Bajersót, de hogy minden esetre ma már ez tartalom. Pedig ez valójában semmit nem teljesít, ami a tartalomnak a kritériuma kéne, hogy legyen, mert a Bayer Show-ra azt mondjuk, hogy az egy nagyon aljadék, göbbelszi, durva, primitív tartalom. De nem lehet letagadni, hogy tartalom, nem lehet letagadni, hogy le van gyártva. Ez mi? Nem tudom, valószínűleg több generáció felnőtt számítógépes játékokon tudják, mi ez az NPC, és ők nekik ez egy más élmény, mint annak, aki nem ismeri ezt a világot. Több generáció nem nőtt fel ilyen tartalmakon. Értem, és nem jó volt akkoriban. Most a számítógépes játékok, most ez szerinted ilyen, attól, de szerinted ilyen egy, amit ez a kis picsait előad. Ilyenek az NPC-k a számítógépes játékokban? Ezt próbálják imitálni. De szerintem se erről szól. Ez ugyanaz, mint az ASMR. Hogy az ASMR, annak van valami fizikai, van, akinél működik, van, akinél nem. Annak van funkciója. Igen. Azt van, aki el tud arra aludni, meg van, aki arra meditálni tud, vagy az valaki, de ettől csak szégyenérzeted lesz. Én sem tudom, hogy ezt hogy lehet nézni egy percnél tovább. De szerintem úgy lehet nézni, ahogyan a Balázs Show-t, meg a Mónika Show-t, hogy valaki ajadékabb, mint én. De nem ismétlődik ugyanaz. És ehhez képest, na igen, de hogy ehhez képest, hát. Ezt nézed ezt a csajt,
és azt érzed, hogy baszki, ma még csak a jobb oldalamról a bal oldalamra fordultam át az ágyban, és már is hasznosabb napot töltöttem, mint ez a csaj. És ez az élmény, ez megfizethetett. Nem lehet, hogy ebben benne van a közösség, hogy ezt nézik 30 ezeren, ő egy híres ember, akkor ha neki donételek, akkor reagál rám egy híres ember. Csak ez ilyen öngerjesztő lesz, és majd összehírez. Igen. Hát, és akkor majd én is donéltel. Híres leszek. Én is híres leszek. Irányítok egy híres embert, nem lehet ez valahol az élmény? És valahol erre adakozni, az még ennél is egyel semmire kellő. Hiszen tudod, te kulturálisan, meg a pénzeddel, tehát gazdaságilag is elismered és támogatod ezt a minőségű tartalmat. Szerintem részben igazatok van, tehát biztos egy bizonyos százalék ezek miatt nézi ezt, de szerintem a túlnyomó többség az valójában a faszával a kezében röfög. Ezt én biztos vagyok benne, hogy a nagy többség az valami furcsa szexuális ingert érzett. Tehát a többség az ráveri Pinky Doll. Mondjuk, hogyha igen. A tűzijátékra Pinky Doll tudja, akkor... hogy ráverik? Szerintem pontosan. Jó, igen, nyilván egy csomóan kiverik Pinky Dollra most. A tűzijátékra maszturbálóknak a háromszorosa, négyszerese is ráveri Pinky Dollra. Azt hiszem, sokszorosan. De... úgy gondolod? Hát én nem tudom, hogy hányan verik a tűzijátékra. De én azt, hogy sokkal... A kormányon kívül. Igen, igen, és tulajdonképpen a várban ott a Karmelita előtt az egy swinger party volt a tűzijátékra. Föl. Mindenkinek állhatod? Volt egy meredező kétharmada, minek nem látszott a vége. Ezt a cikket még semmiképp ne nyomd el. Miért? Mert még egy érdekesség van benne ott a végén. Jess Maddox, az Alabamai Egyetem segédprofesszora, azt mondja, hogy évekig tanulmányoztam az ASMR-t, a YouTube-ot, és a párhuzam az NPC TikTokosokkal szembetűnő. Tehát itt van egy kutató, akinek ez a munkája, egy szakértő. De mi a fasz kutat ezen? Hát ez biztos ilyen ASMR. Szociológiai szempontból érdekes dolog. De ez nem. De mi köze ennek, már bocsáss meg, mi köze ennek az NPC-hez? Mi köze ennek a számítógép által generált kamu karaktereknek a működéséhez? Hát az is reagál mindig. De nem így viselkedik. Te láttál már olyan számítógépes játékot, ahol a gép által generált álkarakterek, vagy nem játszható karakterek úgy viselkedtek, mint Pinky Doll? Láttál ilyen számítógépes játékot? Vagy ha megnézed Pinky Dollt, azt mondod, hogy hú, hát ez egy NPC karakter. Emlékszem is, hogy melyik. De komolyan? Hát igen, ez a maga a feeling, hogy mindig pont ugyanúgy reagál ugyanarra a dologra. Szerintem ez az, ami... Ez tény, hogy amikor, mit tudom én, ott van valami karakter, akinek már nincs mondani való, és oda mész hozzá, és így mindig háromféle választ így mond, és nyomogatod folyamatosan a gombot, és így folyamatosan válaszol. Tehát ez létezik, attól függetlenül, hogy ez nem egy nagyon tipikus NPC. Vannak ilyen NPC videók, amik arról szólnak, hogy mondjuk hogyan glitchel be egy játék, és akkor így beragadnak ilyen biciklitárolókba, meg nem tudom, és de azok vicces videók. Hát azok a videók, amik arról szólnak, hogy úgy mozognak, mint a számítógépes játékok szereplői, meg beragadnak a fal mellé, és nem tudnak kijönni a fal mellől, mert beszorulnak a fal mellé, ezek kurva vicces videók. Na de ezek nagyon jól imitált, hát hogy is mondjam, burleszk élményt adnak. Ehhez képest Pinky Doll meg egy szégyent. Hát ez egy másik NPC felfogás. Több iskolája van ennek az NPC-nek. Ez a TikTok, ez tett valami jóvá tehetetlent a világgal, nem? Valamit, amit már nem lehet helyrehozni. Nekem egy kicsit olyasmi, mint az irigy hónaim irigy. Megtörtént valami, aminek nem lett volna szabad megtörténni, és most már nem tudjuk helyrehozni. Soha többé. Mint egy nemi betegség. Egyszer elkaptad, és soha többé nem fogsz kigyógyulni belőle. Tudod? Egy életre elkaptad. És valami ilyesmi az érzésem az irigy hónaim irigyel kapcsolatban. Meglátom bármelyiket közülük, és ha valami összerándul bennem, és bármelyiket látom meg ugyanazt. Gondolod, hogy ugyanakkor a hatásuk volt? Nem, nyilván nem. Az irigy hónaim irigy az egy regionális, ez meg egy globális élmény, de valójában nagyon hasonló. De a TikTok... Ez a személyiségpusztító, humorpusztító, kultúrapusztító hatása, az valami nagyon hasonló. Ugye az irigy hónaim irigy is, tudod, 8-an voltak, most már csak 7-en vannak, és ketté osztották magát a bandát, és így minden este az ország két különböző helyén tudták mérgezni a tudatot, meg az volt, emberi szívét. Tényleg olyan, mint egy betegség. Valami 20 évig tartott, és én azt hittem, hogy soha nem lesz vége. Most hogy véget ért, és még mindig nincs vége. Most léptek föl, igaz? Aha. És megint telt ház, igaz? Nem akarsz egyszer egy videót, hogy elmész egy irigy hónaim irigy koncert?
Az a baj a TikToknál, hogy nyilván az a hír, amikor ilyen felháborító, furcsa dolgok mennek, de hát ugyanúgy rengeteg normális dolog is van, csak az nem kerül be hírbe, és aki nem fogyasztja, vagy nincs TikTokja, az csak ezekről a felháborító dolgokról tud. De ahogy a nagymama is, csak a felháborító, ennyit tud, hogy az interneten szörnyű dolgok vannak, miközben ott is rengeteg dolog van, csak a M1-en már csak az jut el hozzá, hogy ott milyen szörnyűségeket csinál. Nyomkodják a gépet a gyerekek. Igen. De te is mutathattál volna ám itt egy normális dolgot a TikTokra. De érdekes, hogy ezt mutattad. Ugye szörnyű, hogy a média az milyen módon reprezentál egy hamis képet a TikTokról, például ebben a konkrét esetben, amikor te pont ezt mutatod, tudod? A gyalázatosat, nem pedig a szórakoztatót, nem pedig a kultúráltat. Biztos, hogy van kulturált tartalom is a TikTokon. Például az, hogy ezt a golyót innen legurítom, és pont bele fog abba a lukba esni. Csak figyeld. Erre mondjuk azt, hogy na, ez a kurva jó tartalom. Igen, ez az érdemes. Ehhez képest, érted, ott is van jobb meg rosszabb, csak az a tartomány, amin belül a jobb és a rosszabb van, az van sokkal mélyebben, mint jobban a lehet beszélgetni a felháborító dolgokról. Igen, ami most a TikTokon igazán kurva jó, régen az volt a szar egy másik formátumon. Tehát régen az volt a, hát ez elég szar tartalom, de tartalom. Most meg az van, hogy hát köszönjük, hogy egyáltalán tartalom. Szerintem te is megtalálódott, ami tetszik. Kurva jó humoros kecsek. Az igazság, hogy én is tudok fogyasztani, nem TikTokot, mert nem TikTokozok, de ezt a YouTube shortsot, ami nagyon hasonló, nagyon hasonló videók. Általában a TikTokokat töltik át oda. Igen, áttöltik oda. Igen. Azt tudok, de azt már csak én abban a fázisban szoktam fogyasztani, amikor már az agyam teljesen kiéged, de még nem tudok elaludni. Tehát az egész nap után tökre elfáradtam, már annyira elfáradtam, hogy már egy sorozat befogadása sem megy, már arra sem tudok koncentrálni, de még mindig nem tudok elaludni, és olyankor szoktam pörgetni ezeket a YouTube shorts videókat, és akkor az egy, nem tudom én, negyed óra, 20 perc alatt elalszom rajta. Van egy olyan rettenetes érzésem, hogy ez az utolsó 20 perc, a napom utolsó 20 perce ide szorult vissza a következő, meg az azt követő nemzedék. Tudod, ebben a zónában töltik a teljes 24 órát, tudod, mivel az utolsó 20 percben próbálok lepörögni a napról, és most már egy olyan médiatartalmat szeretnék elfogyasztani, amin nem kell gondolkodni egyáltalán, hanem csak nézem, és úgy átömlik rajtam, és hogy valójában ide szorult vissza a kultúra. Ez kurva ijesztő, nem? Nyilván ez is benne van, de szerintem azért nem hiszem, hogy ez a generáció csak ilyen tartalmakat fogyaszt. Meg például bejött a TikTok, mert nyilván tudni lehetett, hogy egyre rövidebb tartalmakat fogyasztanak az emberek, de közben meg most újra reneszánszát élik a podcastek, az egyre hosszabb tartalmak. Szóval valahogy mindig képződik egy ellensúly a másik oldalon, nem? Igen, igen. Gondolom, igen. Csak tudod, az már nehéz elképzelni, hogy ebből hogy kell gyököt vonni. És menni fog. Figyeld meg, menni fog. Hamarosan lesz egy olyan trend, amihez képest Pinky Doll fogjuk visszasírni, hogy na, amikor még Pinky Doll csinálta a rendes kulturális tartalmat. Az volt még az volt az igaz. Na jó, nem, az is szar volt, de akkor még azt hittük, hogy akkor nem vagyunk a porondon. De nem, hanem onnan még le lehet fúrni a porond alá. Kasza Tibit leváltották a szerencsekerékben. Ha már NPC-kről van szó. Ez ilyen kis színesek közé beraktam. De szerintem kamu. Igen, láttam hirdetést. Van egy videó hozzá. Gyere. Ez az, gyerünk el, ha meg tudod. Ez egy szerencsekerék? Úristen. Ez megy a tévében? Mi van egy szájmaszk van a seggére felszerelve? Be van pelenkázva, hogy ne szarjon oda? Be van pelenkázva egy pelenkás... Tyúkra cserélték le a Szatibit. Ez kemény, hogy bepelenkázták a tyúkot. Ő, így jól látod, igen. Ő Anna, szia Anna. De most a Kaszatibi arra vereti, hogy valaki ostobább nála? És így mutogatja a tyúknak, és a tyúk nem tudja felolvasni, és ezzel demonstrálja Kaszatibi, hogy ő itt pótolhatatlan. Én már vissza is ő egy hideg profi, aki felolvassa a papírról a szöveget, ellentétben a tyúkkal, aki idejött, úgy csinál, mintha tudna műsort vezetni, aztán baszik tudni felolvasni a szöveget a papírról. Hoppá, Kaszatibi, íme, ez egy szaktudás. De hogyha bármelyik másik, tehát ugye a saját fajából egy zényt állított volna oda, az tökéletesen el tudta volna. Nem, az van, hogy igen. Másik igen. Fajt kellett. Igen. A fajok közti különbségre kellett rávilágítani ahhoz, hogy alkalmasnak látszon. Amúgy nekem jobban tetszett az NPC stream. Ott másfajta szégyent éreztem. Az egy kulturálisan nem hitelesített, szégyenteljes
tartalom. Ez meg egy kulturálisan a kereskedelmi tévézés által már hitelesített szégyen teljes tartalom. Az még nincs a commerce közizlés beoltva, ez meg már igen. Lényeges, tényleges különbség a kettő között, a kétfajta élmény között, tehát bármi történhetne, és az ugyanúgy tartalom lenne. Valaki beszarhatna, vagy valaki arcon fejelhetne valakit, vagy valaki hányhatna, okáthatna mondjuk. De annak legalább tétje lenne. Vagy a turháját kicsaphatná a szerencsekerékre. Tudod, bármit csinál, és nagyjából ugyanennyire meg lenne csinálva a műsor, nem? Mint így, hogy a tyúk nem tudja felolvasni a szöveget. Mondjuk nekem ez a szerencsekerék az annyira ilyen nyomasztó, hogy mikor volt az első 30 éve, vagy több, és hogy máig itt tartunk. Uh-huh. Itt tart a tévé. És még szarabb is. Nem, rosszabbul néz ki. Itt Magyarországon az működik, hogy megállítod az időt. és a nosztalgiát facsarod újra, meg újra, meg újra. Aztán már a retro-retroját, tehát a nosztalgiára gondolunk vissza. Tudod, az emlékezés is úgy megy, hogy nem a történésre emlékszel, hanem arra, amikor felidézted a történést. Tehát az emlékek nem úgy működnek, hogy te emlékszel arra, amikor a gyerekkorodban megkaptad ajándékban mondjuk egyik karácsonyra azt az ajándékot, ami egy ilyen emlékezetes karácsony, meg egy emlékezetes ajándék. Te nem a karácsonyra emlékszel, hanem arra, az visszaemlékezésre, amikor legutóbb ezt fölidézted. Emlékek emlékeinek az emlékeire emlékszünk, nem csak Magyarországon, és aztán legközelebb majd erre fogsz emlékezni, hogy hoppá, milyen volt, amikor felidézted, és így módosul, így tolódik el a realitástól az emlék, és tudod, kiszínezed egy kicsit más, hogy mert már a legutóbbi felidézésre emlékszel vissza. Valami ilyesmi történik Magyarországon, a szerencsekerék az ez. De Hollywoodban is ez megy, hogy most... Jó, csak kinek van egy jó emléke a szerencsekerékkel kapcsolatban? Mert mondjuk a Hollywoodban legalább olyan dolgokat... Szerintem ki nyert? Akkor még fiatalok voltak, amikor nézték. Az van, hogy Magyarország nem akar változást, nem bírja elviselni a világváltozását. Magyarországon a politika megállítja az időt rendszerről rendszerre, korszakról korszakra, mondta a Kádár rendszer már ennek az időnek a megállításáról szólt, Horthy rendszer már ennek az időnek a megállítására. Ferenc Józsefnek a rendszere már az időnek a megállításáról szólt. Konzerváljuk a feudalizmust, nem akarunk a kapitalizmusba lépni, nem akarunk polgári társadalmat. Tehát is megállítják a rendszerek az időt, és az emberek élvezik azt, hogy nem kell alkalmazkodniuk, hanem a meglévő normák keretei közt élhetik az életüket, minthogyha egy kimerevített képen lennének. Ehhez tartozik a homeosztázis. Magyarországon ehhez tartozik a biztonságérzet. Orbán Viktor is ebben utazik, és így megállította az időt itt. És ezért van ez a hallatlan ingerültség a nyugati világgal szemben. Hogy mi ez a kurva változás, ez az iszonyatos sodrás, ami itt körülöttünk zajlik, miközben mi megállítottuk az időt magunk körül. És bassza meg a világ, hogy változik. Miért nem marad olyan, amilyen volt? Mi olyanok akarunk maradni, amilyenek voltunk? És ezzel kapcsolatban van egy ilyen ingerültség és dac a világ felé. És erre Orbán Viktor politikát épít, és ennek az elégedetlenségnek, meg ennek az ingerültségnek az energiáit csatornázza be a politikai erőműveibe. És valahogy Magyarország ennek az idő meg megállításának, ennek a kimerevített időnek a kísérleti laboratóriuma. És ez fejeződik ki a szerencsekerékben. Nem az a lényeg, hogy kellemes emléke a szerencsekerék a magyaroknak, hanem az, hogy egy biztonságos emléke a szerencsekerék, és igen az, mert ezt ismerik. Ezt nem véletlen, hogy Magyarországon annyira népszerűek, például a Bud Spencer és a Terence Hill filmek. Mindenki 100 000-szer látta már. Pontosan tudja, hogy mi jön. És ezt az élményt akarják, hogy semmi meglepő, semmi felkavaró, semmi olyan változás, amire nem tudunk felkészülni vagy reagálni. Ugyanilyen például a Columbo. Nem véletlen, hogy Magyarországon ennyire népszerű a Columbo. Nem csak az most... Zabálják a Columbót. Márpedig a Columbo az pont az, ahol azok soha semmi meglepő nem történik. A fiataloknál is megvan ez. Most jöttem rá, hogy a Netz Partit, azt ismered? Nem. Szóval ott nem azokat a retro számokat adják, mint egy retro buli, hanem azt, ami mondjuk 10-15 éve, amiben felnőttek, hogy nem tudom, Sum 40 van, meg... Barátok közfőcím. Meg ilyenek, nem csoda, és most már a mai fiataloknak is ugyanúgy megvan ez a retro jelenti. De nem lenne csoda, hogyha pont a fiatalok nem ilyenek lennének, mert ez nem nemzedékről nemzedékre de és most ezek kulturális mintak. Ugyanaz van, azt gondoltam, hogy ez csak az időseknél van egy folyamatos nosztalgia, de... El lehetne bárni a fiataloktól, is ugyanúgy megvan. Hogy az előző generáció hibájából tanuljon. Sőt,
elvileg ez lenne a fiatalságnak a definíciója, hogy basszák meg az öregek, elutasítjuk az öregek kultúráját, elutasítjuk a múltat, valami újat akarunk írni, változtatni akarunk azon, ahogy a nők működtek, a hazugságaikat, a hamisításaikat, az ízléstelenségüket át akarjuk adni a múltnak, és felül akarjuk írni a magunk igazságaival, jó ízlésével, kultúrájával. És mintha Magyarországról, a fiatalságból ezek az energiák hiányoznának. És ha vannak valamelyest, vagy hogyha van valamiféle kezdeményezőkészség, vagy jövőbe vetülő erő, akkor azokat kicsatornázza Orbán Viktor az Európai Unió ez felé. Szerintem ennyire azért nem rossz a helyzet, mert azért mondjuk főleg a zenében is. De csak emlékszel színen? Fulor is csinált egy ilyen házi bulit, és Let's Party Light volt, és folyamatosan Viva TV izék mentek a háttérben, Viva TV-s bevágások. Igen, de lehet, 15 évvel ezelőttre, és akkor arra bulizott mindenki ilyen 15 éves zenékre. Mert 15 évvel ezelőtt voltunk fiatalok. Hát és igen. Tudod, mi nem a jelenben akarunk lenni, hanem mi az időtlenben akarunk lenni. Az időtlenben. A semmi nem változik. A minden örökké az marad. És nem véletlen, hogy a legnépszerűbb rádió ma azt hiszem, hogy a... Retro. Az. Retro. Az. A retro. A retro, ahol... Árokodó a neve, nem? Igen. Nem bíz sokat a fantáziára. Ja. Úgyhogy ez itt egy olyan élmény, a kiszámíthatóság és a jövőnek a múltra való leváltása. Nem akarjuk a jövőt, hanem a múltat akarjuk előre vetni a jövőbe. Mi más a retro, mint a szellem ellenforradalma. Annak az igénye, hogy ne változzon a világ, hanem maradjon az, aminek ismerjük, az, aminek szeretjük, az, amiben el tudunk tájékozódni, és ezáltal meg akarjuk fosztani magunkat attól, hogy akár kulturálisan, akár művészileg, akár a katarzis erejével alkalmazkodnunk kelljen valami új hatáshoz. Nekem pont ezért engem világéletemben nagyon nyomasztott ez a nagyon nosztalgikus dolog, hogy így pont azt érzem, hogy még nagyon sokat kéne fejlődni, nagyon lenne mire előrelépni, és ez a nosztalgia, ez nem tudom, van valami hangulat, ami engem elborzaszt. Na ez a nosztalgia egyébként, ez az élmény, a nosztalgiának ez a kultusza, az, ami Magyarországon leválthatatlanná teszi az illiberális rendszer. Itt senki nem akar változást. Na most a politikában mit jelentene a változás? Azt jelenteni, hogy leváltjuk Orbán Viktort valami kormányképtelenebbre. Mert a választékban csak olyan van, aki kormányképtelenebb, mint Orbán Viktor. Persze lehet, hogy vele jobban egyetértesz, vagy azonosulsz, vagy azt mondod, hogy tök mindegy kijön, csak Orbán Viktort akarodjon, de a többség itt Magyarországon azt mondja, hogy ne legyen már tök mindegy, hogy mi jön, ő nem akar alkalmazkodni valami kiszámíthatatlanhoz, valami vezetésre alkalmatlanhoz, márpedig Orbán Viktor kompetens. Most, hogy merre vezeti az országot, az egy más kérdés. Hát, de hogy Orbán Viktor... Nem, én véleményem ez, a magyaroké. Ja. A magyarok úgy... Hát a magyarok nem veszik úgy, észre, hogyha odaültetnénk 50 embert, aki csak annyit sem, hogy nem lop, de nem ért semmihez, az alkalmasabb lenne. Ez egy jó kérdés, látod. Márki-Zay Péter által vezetett Magyarország, az nem jelentene államcsődöt. Hát ennél rosszabb nem lenne, mint ami most, hogy... Tudod, a rendszerváltás... Az árstoppokat, és fele annyi a tojás. A rendszerváltás óta minden egyes kormányzat idején az volt az élménye a magyaroknak, hogy ennél rosszabb nem jöhet. És változtattak, és mindig rosszabb jött. De az Antal idején az volt a mondás, hogy ennél rosszabb nem jöhet, Boros Péter. Boros Péternél rosszabb nem jöhet, lett a Hon Gyula. A Hon Gyulánál már olyan dolgok voltak, hogy a Hon Gyula az ingyen repülést akarta nyugdíjasoknak adni, hogy megnyeri a választást. Föl akarta építeni, már annyira elhitte, hogy ő neki itt most már egyszer és mindenkorra hatalma lesz, hogy ilyeneket mert megjátszani, hogy ő újra terbe vette a bős-nagymarosi vízlépcsőnek a megépítését, ami az rendszerváltásnak az egyik ilyen nagy emblematikus ügye volt. Aztán jött az első Orbán Viktor. Na hát akkor a fél ország teljesen kifordult önmagából, a másik fel a másik irányba fordult ki önmagából. Aztán az volt, hogy na ennél rosszabb nem jöhet. De hát jött Medgyesi, aki tök alkalmatlan volt, de legalább nem volt egy hatalomvágyó, vagy egy ilyen megszállott hatalommániákus. Aztán jött Gyurcsány. Azóta ismerjük a történetet. És mindegyik alkalommal egy kicsit rosszabb lett. És mindegyik alkalommal annak a reményében váltottak a magyarok, hogy ennél már nem jöhet rosszabb. És mindig egy kicsit rosszabb lett. És a magyarokban most már megvan az a beidegződés, meg az a tudás, hogy bassza meg, egyáltalán nem biztos, hogy ennél már csak jobb jöhet. Próbálom érteni a jelenséget, hogy Orbán Viktor miért nyer. Tehát én azt hiszem... De ezek sem minden tekintetben voltak egyre rosszabbak. Meg nem tudom. Meg ez ilyen... De nem tudod, hogy mi az élmény, tudod, hogy mi volt az élményem? Hogy ami az előző kormány idején
felháborított, hogy na a kurva anyukat, hogy ezt megmerték csinálni. Igen, a következő kormány onnan dobbantott, onnan rugaszkodott el. Tehát, hogy az előzőnek a bűneit mind átvette, és újakat generált hozzá saját erőből, meg hát nyilván itt azért tanácsadóknak a tömege kell ahhoz, hogy még lejjebb szállítsák a lécet. És ez volt az élményem, hogy amin az előző ciklusban fölháborodtam, az most már az alap. És most már új felháborodni valók vannak mindig. És így ment, így gyűrűzött folyamatosan a történet. Igen, de ezért mondom, hogy egy morálisan rendben lévő bármilyen tudatlan ostoba emberek, azok nem tudnának ennyire rosszat tenni. Én ezt gondolom. De amúgy meg nem tudatlan ostoba egy átlag embert, vagy az átlag fölött valamivel lévő embert. Csak mindenkit megrontan a 12 év teljhatalom. Hát jó. De ki az, aki nem bolondulna bele? Jó, de nem kell ott tenni 12 év. Már biztos ilyen küldetés tudata is van közben, hogy nekik meg kell menteni minket. Közben meg nyilván azért... Hát nem tudom, nem tudom, hogy lehet a fejben. Valaki. Ja, nehéz elképzelni, hogy ki lenne az, aki ebben az országban kormányképes alternatívát tudna képezni, mert Orbán Viktor mindenkinek, akitől egy kicsit is tart, akivel szemben egy kicsit is félti a hatalmát, már nagyon elvette a kedvét a politizálástól. Ezek után nehéz elképzelni, hogy Orbán Viktor kire lenne leváltható, aki valamennyire alkalmas. Kassa Tibire és arra a csirkére. Én azt mondanám, hogy inkább csak tartsuk meg a csirkét. Jó, van ez így. Nem tudunk kifogyni az NPC-kből, fölhoztad az Irigy Hónai Mirigyet is, úgyhogy hasonló sztárok előkerültek itt a hírekben a nyár végén. Nem tudom, láttad LL Juniornak a videóját, hogy GVM-mel átgyorshajtanak a Petőfi hídon. Az egy nagyon imponáló dolog. Igen, a közutakat versenypályának tekinteni, és ott megvívni a magunk egó harcait, igen, és ez egy nagyon, ez a kisembernek nagyon imponál. Tehát a kisember ezt látja, és azt érzi, hogy... Egy közülünk. Igen, és ezek rendes magyarok, akik unják az életüket, vagy utálják az életüket, és készen állnak bármikor meghalni, de nem akárhogy. Hát meg leginkább valaki más életét unják, akit majd elbasz. Igen. És ha képesek arra, hogy valaki mást veszélyeztessenek az életében, azért készen állnak akár a saját életüket is kockáztatni. Mert nem önző emberek, tehát nem olyanok, akik csak úgy ölni akarnak, hanem ölnek, de ha kell, bele is halnak. Tehát úgy vannak, hogy mert az ölésnek ára van. De várj, hogy volt? Úgy, hogy ott van a videó az RTL. Jó, de hogy így mész, és látod, hogy melléd jön a GVM, akkor előveszed a telefont, és Instastory-ba megmutatod, hogy a GVM leelőz, és akkor ebben van egy ilyen kis belteres telebeskedés, hogy jó, nézd, itt mókázunk itt a GVM-mel, milyen jó pofák vagyunk, meg minden, és akkor... De hát inkább csak az, hogy tudunk egymástól, egymás mellett létezünk, ezzel igen. Legitimizáljuk egymást, hogy mindketten ugyanabban a celebtérben létezünk. Ha az egyikünk fontos, biztos a másik is, bár valójában egyik se az, és mellé a jaszkarizás. De igen, ennek különösen szépsége az, hogy ugye most volt ez a gázolás az Árpád hídon, úgyhogy hogy kettőröklen. Igen, jó. Hát természetesen. Jó ilyenkor az Árpád hídi gázolás után egy ilyen jó kis verseny a hídon. Nem, ők nem gondolnak bele ennyire, hanem csak így nyomják ilyen, hogy mondjam, ilyen ösztönből ezeket. De nagy szerencsé, hogy ebben a videóban a megszólalom ugye izé is az LL Junior, és elmondja az ő jó oldalát. Na, akkor nézd. Ezt hallgassátok meg. Ezek a BMW-sek 130-al. Az ismert zenész vezetés közben készítette a felvételt, amin a GVM néven ismert rapper is feltűnik. Ki ez? Csók! LL Junior híradónak azt mondta, hogy nem akart rosszat. Elnézést kérünk mindenkitől. Nem akart rosszat. Nem akart rosszat. Ja, csak akkor mindenre... Száguldozni jó. Te is megfelelődj. Miért akart volna rosszat? Ki akar csattanni? A felvételen az is látszik, hogy LL Junior gyorsabban ment a Petőfi hídon a megengedett 50 km/h. A videó szerint a kocsi sebességmérő órája 100 km/h mutat. Én belátom azt, hogy gondotlan volt abból a szempontból, hogy szerintem a megengedett egy picivel többel mentünk. Egy picivel. Nem relativizál. Most az kétszeres, az csak... Az kettő. Egy gázfröcsöt adott ő is, és én is egy gázfröcsöt adtunk. Annyira kínos egy magyarázkodni. Egy fröcs. Nem lett volna elegáns, mert nem is válaszolni semmire, de ez magyarázkodás. Azt kellett volna mondani, hogy boldog karácsonyt kívánok. Hát addig odébb van, de köszönjük szépen önnek is. Boldog karácsonyt kívánok önnek,
és boldog karácsonyt kívánok a nézőknek. Köszönjük szépen. Na, de azért folytassuk. Mit kell magyarázkodni ezeknek? Ezeknek a hazaárulóknak? Hát de ki ne emlékezne... Ezeknek a nemzetvesztőknek? Ki ne emlékezne arra a pillanatra, amikor a 97-es Suzuki Wagoner Plus-ával hajt át a Petőfi hídon, ad egy gázfröccsöt, ja, és fölszalad 130-al mutatját. Most... Bacz meg, mit tettem? Csak ki akarta próbálni, hogy rendesen gurul, hogy gurul. Igen. Hát ez volt a legjobb hely. Nem hogy gurul. A zenész a videóra egy kérdést is kitett, két ismert automárkát hasonlít össze. Mercedes vagy BMW, te melyikre szavazol? Nem tudom, egyik menőbb, mint a másik. Hát a Merci komfortosabb, a BMW sportosabb, nem? A GVM BMW-s? Az a... Úgy tűnik, igen. Tudtam. Valamit kapcsolom kéne a GVM, az biztos egy BMW. De miért az LL Juniorhoz nem azt kapcsolnád, és mégis egy Merciben ül? Ja. Te hülye. Irigy vagy, te proli magyar, bazd meg. Csak azért a Skodára telik, csak is a régire. Irigykedés, ez megy mind a kettőtök, nem beznek. LL Junior szerint inkább azok ellen kéne eljárást indítani, akik folyamatosan marihuána fogyasztásról posztolnak. Nehogy már az legyen a veszélyes, hogy ő százzal megy az Árpád hídon, mikor mások marihuána fogyasztásról posztolnak, és tudod, rögtön beránt a szarba maga helyett olyanokat, akik senkit nem veszélyeztetnek a világon, bazd meg. Mivel veszélyezteti a környezetét az, aki marihuána fogyasztásról posztol? Hogy esetleg belefújják az arcába a marihuána füstöt. Én múltkor miközben... láttam egy füves cigis ember, majdnem elütött valakit, ahogy így csak így megy, sétált, így szívta a füves cigis. Ja. És neki ment valaki? Neki ment valaki? Egy bicikli 170-nel gyomlok. És tudod, annyira jellemző, hogy LL Junior rögtön bemószerol, rögtön, mint egy rohadt spicli, bemószerol valakit, bazd meg, maga helyett, hogy én rendes állampolgár vagyok 130-al a Árpád hídon, ellenben azok, akik marihuána fogyasztásról posztolnak, hiszen a marihuána fogyasztásról posztol azok népszerűsítik a kábítószer. Az igaz, az ez rosszabb. Mondjuk tény. Ez igen, tény. Gyalázatos. Mondjuk szerintem a marihuána fogyasztással kapcsolatban így, ahova még tartozunk mondjuk így a nyugati világban, a konszenzus egy kicsit más, mint a gyorshajtással kapcsolatban a konszenzus. De azt figyeld meg, hogy abban a kurva pillanatban, hogy Európa szerte elterjed a marihuána legalizáció, mert ez azért már nagy erőkkel zajlik, most már Amerikában. Hát már csak számtalan államban. Kriminalizálva. Igen, hamarosan legalizálva lesz Európa szerte a marihuána, és akkor Magyarország sem maradhat majd ki belőle, és figyeld meg, egyik napról a másikra lesz nemzeti marihuána kereskedő hálózat, amit abban a kurva pillanatban ki fog derülni, hogy már évek óta leosztották a koncessziókat. Ugyanúgy egy meglepődnék, ilyen... szerintem meglepődnék. De előbb-utóbb, ha Európa szerte mindenhol legális lesz, majd Magyarország is rámegy, és egyik napról a másikra lesz nemzeti kereskedelem belül. Talán fogyasztanak marihuánát biztos. Hivatalosan Magyarországon, nézd. 3,4, miközben mondjuk Franciában... Hát a migránsokkal... Tudjuk, hogy Magyarországon 34%, Franciaországban meg 50. Csak most ez azoknak a száma, akik elismerik, hogy bevallják. Vagy, tudod, egy ilyen közvéleménykutatás során azt mondják, hogy igen, én fogyasztok. Most Magyarországon ki fogja ezt elismerni? Itt a fogyasztás, hogy hogyan büntetik. Na várjál, tessék, akkor mégse az utolsók vagyunk, azért még nincsen mindenhol dekriminalizálva, de hát a tendencia az és a szürke mutat. Az mit jelent már, bocs? Nincs adat. Nincs az Európai Unióban. Akkor az azt jelenti, hogy az unión kívüli állam, tehát az nem vizsgált állam, ha értem. Igen. Hát akkor a legszarabb zónában vagyunk. De hát tudod, a franciák is ugyanebben a zónában vannak. Amíg aztán mutogatni. Most az van, hogy a franciáknál is lehetséges börtönbüntetéssel jár, de ezt nem alkalmazzák. Magyarországon sem alkalmazzák. Van egy olyan érzésem, hogy Törökországban azért alkalmazzák. És mi lesz, hogyha az EU azt mondja, vagy EU az nem mondhat ilyet? Nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy legális legyen, de tudod, ha valamiben pénz van, és már Európa szerte zajlik a kereskedelme, akkor majd Magyarország is. Magyarország egy követő gazdaságpolitikát, meg egy követő stratégiát folytat nagyon sok területen, és ha az fog látszani, hogy Európa szerte ez jó üzlet, ebben pénz van, akkor az Orbán rendszer is valamilyen módon zárjegyeztetni fogja ezeket, meg majd valamilyen módon kereskedni fog vele, és egyik napról másikra megtapasztaljuk majd azt, hogy a marihuána kereskedelem az egy nemzeti
termék, ellentétben a fogyasztással, ami még egy darabig nyilván, amíg ki nem halnak azok a nemzedékek, akiknek a szavazataira Orbán Viktor számít, azért még mindig valami olyasmi. Vagy ez azt mondják, hogy ez csonta Lipsiknek, nem? Tessék. Tessék, szabadság. És akkor na tessék, Lipsik, sírjatok, itt van Európa, na, diktatúra, faszom. Érted, ez lesz az igen, ilyen. Kimertek a Pride-ra is, úgyhogy hát akkor már nem is loptak el semmit ebben az országban. Akkor már minden rendben van. Mire szokták? Ja nem, a Krúbi koncertre szokták. Most ez volt a nagy szabadság, hogy hát megtehetik, hogy mocskos Fideszhez, úgyhogy kussol mindenki, itt óriási nagy szabadság. Igen. De ez tény, hogy nincsen olyan diktatúra, hogy szétvernék a tömeget, ami mocskos Fideszhez. Nincs diktatúra. Nincs rá szükség. Ez egy legitim önkényuralom, és legitim. A magyarok ezt akarják látni, ezt óhajtják, újra és újra megszavazzák maguknak. Csak annyit kérek, hogy ne Orbánfóbiásozzanak, amikor levonom azt a következtetést, hogy Magyarországon minden hatalom forrása Orbán Viktor. Orbán Viktoron belül terül el Magyarország, és Magyarország elég jól érzi magát Orbán Viktoron belül. Itt állandó a hadi állapot, de a magyar embernek nem kell alkalmazkodnia semmihez. Ezeket a háborúkat Orbán Viktor folytatja a magyarok helyett. A magyaroknak nincs is más dolguk, mint hátradőlni a fotelben, pattintani egy sört, és nézni, hogy Orbán Viktor viaskodik az Európai Unióval, meg a nemzetközi valakivel mindig. Ez egy hatalmas élmény. És a magyar ember is lázadónak élheti meg magát ebben az élményben, és nem kell kockáztatnia semmit, és nem kell lázadnia semmi ellen. Ez egy kurva jó élmény. Csak annyit kérek, hogy nem mondják már azt, hogy Orbán fóbiás vagyok, hogy arról beszélek, hogy hát Orbán Viktoron belül van Magyarország. Ez olyan, mint 1970-es években azt kellett volna hallgatnod, hogy Kádár fóbiás vagy. Azért, mert abban megnevezed azt, hogy Kádár János vezeti az országot, és az történik, amit a Kádár akar, bassza meg. Szabadjon kijelenteni, attól még nem vagy fóbiás, hogy belátod azt, hogy ő az országnak a teljhatalmú ura. Jó, hát te nem vagy de ez a rendszer, vagy erre átkötnék, hogyha te nem is vagy fóbiás, de lehet, hogy okozhat egyes embereknél fóbiát ez a folyamatos hadban állás. Mint láttunk rá most példát, volt itt ez a VB, és akkor indiai sportolóktól estek pánikba a gödöllői édesanyját. Mert jöttek a migránsok. Azért ma ott fotózkodtak a migránsok, és nézd, hogy miket írtak ott a zárt csoportba, ott kicsit lejöttek eled. Ők arab emberkereskedők, a rendőrség semmit nem ér. Gyermekrablók, megrendelésre csinálják, gondolom. Patkány Fidesz betelepíti a legális migránsokat. Ebben van valamiféle felismerése annak, van valóság ami a látszat és a valóság közti szakadéknak, mint egy a feltöltése ilyen munkagépekkel. Az, ami kifejeződik ebben a kommentben. Itt vannak a legális migránsok, és bizony az látszik, hogy bizonyos munkákat már Magyarországon sem lehet elvégeztetni magyarokkal, mert vagy már az unió területén vannak, és nem munkára foghatók Magyarországon, vagy büdös nekik, vagy azért a pénzért nem végzik el, de akárhogy is. A Fidesz elkezdte ezeket a általa betelepített migránsokat. És ezek különös, a jó migránsok. Igen, ezek a jó migránsok. És különös, igen, és különös. Még akkor is, hogyha ugyanúgy muszlimok. Igen, különös, hogy ebben az esetben nem probléma, hogy muszlimok. Ebben az esetben nem probléma, hogy hát nem egyezik a kulturális hátterük a magyarokéval. Ebben már állítják is fel a mecseteket. Igen, de azt tudni kell, hogy még a 2015-ös migránsválság előtt Orbán Viktor Budapestre akarta felépíteni Közép-Európa legnagyobb óriás mecsetét. Aztán meg hirtelenül lett Európa védelmezője. Minden esetre az látszik, hogy van itt egy álságos kettős könyvelés, ami már a betelepítési kötvényeknek a Rogán-Antali kereskedelmében is kifejeződött. Hogy vannak olyan migránsok, és azok muszlimok is lehetnek, és még akkor is nemzetiek, tudod? Telepakolhatja a Karmelita kolostort a tűzijáték élményére föl Orbán Viktor a legkülönbözőbb közép-ázsiai muzulmán vezetőkkel, ezek mind rendes nemzeti muszlimok. Tehát a magyarság ezzel az iszlámmal együtt tud, sőt óhajt élni, hiszen ezeket Orbán Viktor csatornázza be. Tehát ő, aki pontosan tudja, hogy kiktől kell megvédeni Magyarországot, és kik azok, akikkel meg fel kell tölteni Magyarországot. De... ezek is muszlimok, meg azok is muszlimok, akkor higgyünk abban, hogy Orbán Viktor szét tudja választani az ocsút a búzától. De itt pontosan, van egy valós különbség. Együtt tudunk élni, és meg nem tudunk.
De van egy valós különbség, most a letelepedési kötvény az egyértelmű, ez az országnak a kirablása volt, és egy kurva nagy árulás, de mellette a migránsoknak a megakadályozása, meg a betelepítés megakadályozása, amit ugye hát nem sikerült mindent megcsinálni ebből, ezt mind láthattuk, de hogy... De működik a betelepítés, csak ne Brüsszel, hanem Orbán Viktor telepítse. De, Orbán Viktor dönt úgy, hogy betelepít, akkor az oké, csak ne Brüsszel döntsön úgy a magyarok feje fölött, hogy betelepít, tök ugyanaz. Ezek csak munkavízumok, tehát azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ezek 2+1 évre kapják. Látszik, hogy kitanította az Orbán. 2+1 évre kapják, de tudod, nem arról volt szó. Ezek nem a családjaikat hozzák ide, azt tematizálják, hogy az a probléma, hogy ide jön valaki, ide letelepedik, és majd ezt a magyar kultúrát, ugye mi lenne velünk, hogyha ezt az alkoholizmusunkat elvennék. Vagy nem tudom, de hogy a viccet félretére, tényleg az, hogyha láthatjuk Franciaországban is, hogyha betelepednek, és ott nem tudom, 3-4 generáció után tényleg változtatnak a kultúrán. Ez tény. És hogyha ez valakinek az a célja, hogy ezt megakadályozza, akkor ahelyett az, hogy ide jönnek dolgozni, de 3 év múlva takarodjanak vissza, és a családjuk nem jött ide, ilyen szempontból ez egy valós megoldás. És vissza fognak takarodni? Hát nem alapítanak itt családot? Biztos, hogy van otthon családjuk, ahova majd haza fognak menni? Nem arról van szó, hogy ők így vetik meg a lábukat az Európai Unión belül? Biztos, hogy ki fognak takarodni, amikor lejár a vízumuk? Vagy lehet, hogy akkor már réges-régen valahol az Unión belül szereznek maguknak állandó tartózkodási engedélyt, vagy szereznek maguknak zöld kártyát, vagy a fasz tudja, hogy hívják ezt. Kérdés még, hogy ugye az 1000 kiengedett embercsempész közül hány fog rárepülni ezekre az arcokra, hogy azonnal tovább vigyék őket Svédországba. Mert tudod, Amerikában is úgy települnek be, hogy ők 3 hónapra kaptak tartózkodási engedélyt, de aztán maradnak. És amíg nem követnek el bűncselekményt, addig nem is utasítják ki őket. Amerikában van 100 millió illegális munkavállaló. 100 millió illegális munkavállaló, akiket nem utasít ki az amerikai állam, mert termelik a GDP-t Amerikának, és amíg nem követnek el bűncselekményt, addig maradhatnak is. Még utána is, de hogy Amerikára erre épül, már össze is omlan nélkülük Amerika. Nem tudná Amerika ellátni azt a gazdasági funkciót meg szerepet, amit Amerika ellát. Ez így megy itt is. Most ők ide jönnek ezzel a 1,5 éves tartózkodási engedéllyel, de ha nem követnek el bűncselekményt, hogy firtatni kelljen, hogy bocsássál meg, de te hogy kerülsz ide, és egyáltalán mióta vagy te itt, és nem kellett volna neked régen elhagynod az Európai Unió területét, stb., hanem amíg ők rendesen termelik a GDP-t, addig féllegálisan, vagy hosszabb távon akár munkavállalói engedélyt szerezve, meghosszabbítva másik országban, Európa szerte, akárhol maradhat. Nekem az a kérdés, hogy tényleg jobb-e az az ember, aki elmehetek ugyan ide, hogy csak itt átutazóban van pár évig, és azt semmit akar. Szerintem maradni vagy kell. Az, aki tényleg... Szerintem Magyarországon a demográfiai krízist nem fogja megoldani semmi más, mint a tudatos tervezett betelepítés. De pont ezt nem... Tudod, pont ki nem beszélt így? Soros. Igen, ez most már mindenki lesz vágva. Igen, itt egy demográfiai krízis van, akkor elmondom azt a részét, amit a Soros nem fűz hozzá. Olyanokat kéne betelepíteni Magyarországra. Egy, akik hajlandóak szülni, ellentétben a magyarokkal. 2, akik hajlandóak dolgozni, hasonlóan a magyarokhoz, természetesen. 3, akik kompatibilisek a zsidó-keresztény kultúrával, vagy a nyugati civilizációnak az értékvilágával. Most ezek pont nem a muszlim hátterű. De akkor a filipínok azok lehet, hogy nem rosszak ilyen szempontból. Lehet. Én nem tudom ezt megítélni, de én azt mondom, hogy például ukránok tök alkalmasak lennének arra, hogy magyarrá szeressük őket azzal a kifejezéssel élve, ahogyan Bayer Zsolt fogalmazott, aki szerint Putyin orosszá szerette a népét. Ahogy vagy magyarokat angolá szeretik külföldön. Igen, vagy ahogy a magyarokat angolá. Mi magyarrá szerethetnénk mondjuk ukránokat, vagy távol-keletieket, mondjuk koreaiakat, vagy olyanokat, akik tudod, hajlandóak dolgozni, ahhoz képest, ahonnan jönnek ez itt a Kánaán, és olyanokat, akik dolgoznak, szülnek, mert a kunságban a kunok, azok eredetileg nem voltak magyarok. Azok belettek telepítve, mint a féle migránsok. Hát igen. Azért lettek betelepítve, hogy föltöltsék az elárvult, kiürült országrészeket. És aztán magyarokká váltak. Beintegrálódtak, és ma már a kunok azok magyarok. Ugyanilyen módon azok az ukránok, vagy azok a koreaiak, vagy akárki más, akit ide telepítenek,
módszeresen, pont azért, hogy a demográfiai krízist megakadályozzuk, azok magyarrá szerethetőek a bajeri értelemben. De olyanokat kéne tényleg behívni, akikkel kapcsolatban nincsenek rossz tapasztalatok Nyugat-Európában. És ezek pont nem a muszlim hátterű bevándorlók, én úgy ítélem. Ezt én is úgy gondolom, hogy a konzervativizmus az tényleg valami régi értékekhez nyúl vissza, például az olyan szép régi értékek, mint a csehek, németek, szlovákok, kunok, tatárok. Besenyők betelepítése, akikkel ugye a besenyőkkel kapcsolatban még mindig nem tudom, hogy kéne hozzáállnom, mert ugye volt a mesében is, hogy ugye szét lenyilaszták a magyar nőket, de közben meg azért mégiscsak kazár, vagy nem tudom milyen népek ők, hát akkor most... De a kazárok azok, tudod, hogy zsidók voltak. Tényleg? Aha. Ez különös, hogy nem, mi is a kazárokkal együtt éltek a magyarok elég sokáig. Ott azért valamiféle ábrahámita hatás érhette a magyarságot. Ez egy, hát ez egy kínos részlete a magyar őstörténetnek. Ezt a hírt nem szeretném kiadni, mert szerintem ez nagyon fontos hír volt nyáron. Hú, basszus. Csakkár, foglald össze itt nekünk. Hát van egy fazon, aki, hogy hívják, Orosz Attila, ott Biriben szóvá tette, hogy hát mintha eltűnt volna némi pénz mag a közösből, ilyen... majd ebből luxus autó manifestálódott volna a jegyző segge alá. Mik történnek? Felvetette, hogy vajon, tehát van-e összefüggés az eltűnt lóvé és a hirtelen oda teremtődött autó között, amire erre a jegyző mondta, hogy kusolyá, és akkor nem volt hajlandó foglalkozni ezzel, és ezután ki is tette a Facebookra ennek az Orosz Attilának a elérhetőségeit, tehát konkrétan a lakcímét, hogy ide lehet menni basztatni ezt az embert. Na így kell, ellenségmenedzsment. Hát, így hívják a Fideszben, ellenségmenedzsment. Tényleg ezt a kifejezést használják, hogy ellenségmenedzsment. Te! Felveted azt, hogy esetleg a luxusautó, meg esetleg az eltűnt közpénz között lehet valamiféle összefüggés, akkor kiírják a nevedet, meg az elérhetőségedet, hogy kapd meg a törődést. És akkor majd megérted, hogy nem érdemes ebben az országban az ország urai, a magyarság jótevői, a nemzeti oldal ellen fordulni. Mert az ilyet megtorolja a nemzet. A nemzetnek van egy immunrendszere. Van egy önvédelme. A nemzetellenes behatásokkal szemben. És de még most most igen, a legjobb igen. Úgy tűnik, hogy a Biri jegyző most... jól használja ezeket a bevett ellenségmenedzsment dolgokat, de egy új módszert is kidolgozott, mert amikor az Orosz Attila személyesen megjelent nála, hogy ezt akkor legalább vegyem el azt a Facebook posztot, meg hogy csinálhat ilyet, nem tudom, próbálta megoldani a helyzetet, akkor vigyük csak le oda, hogy pontosan tudjam idézni. Azt mondta a jegyző, Orosz állítása szerint a jegyző ezután kivett az autójából egy paradicsomkarót, melyel 5-ször megütötte, 2-szer a kezét, 3-szor a baloldali veséjét találta el, miközben azt kiabálta Orosznak, hogy ő csak egy jobbágy, és takarodjon vissza a putriába. Na itt azért valami félre van értve. Tehát a büdös paraszt az, amelyik karóval megy a büdös paraszt ellen. A földes úr ilyet nem csinál. A földes úr az deresre húzatja a büdös parasztot, és a büdös paraszt vagy ráhívja a darutollas csendőrt. Ezek azok, amiket a földes úr tesz. Volt. Ez nem egy rendes, itt még a rendes feudális viszonyok nincsenek kellő mértékben restaurálva. Gyakorolnia kell még. Igen, most úgy viselkedik itt a jegyző, mint egy büdös paraszt. Hát azért legyen már miért. De lehet, hogy azért is, mert... A luxusautó már megvan, de még nem fejlődött teljesen. Mm-hmm. Szóval hiába a luxusautóban valakit nem lesz rögtön igen, kis király. Igen, meg főleg, hogyha egy paradicsomkaró van a luxusautó hátsó ülésén, az még mindig azt lehet mondani, hogy az még mindig egy ökrös szekér. Hogy a disznóval verte agyon. De legalább az, hogy jobbágyozta, az már... Igen, látszik, hogy az öntudat, a földes úri nemesi öntudat már megvan, de még a beidegződések, a rutinok még a paraszti világba csatornáznak, még vezetnek. Mondjuk a felelős gazdálkodás, meg nem tudom. Tehát egyszer megnézném már, hogy a jószágaik egyévi bevételét ezt felajánlják valami közös nemzeti célért. De most már megnyugodhatunk, mert Pesti László felajánlott egy közösségileg nyilvánosan elérhető e-mail fiókot, ahova névtelenül... Valamilyen, igen, ahol följelentést lehet, névtelen feljelentést, ezt a magyarok imádják. Nagyon népszerű felület lesz. Névtelen feljelentést lehet tenni oligarchák, vagy ahogyan Pesti László fogalmazott, orkok.
De azért nem. Tegyük hozzá, hogy a maffia ellen azért van helye a névtelen feljelentésnek. Hát igen, csak minden esetre egy kicsit bűzlik az, amikor a rendszer hív fel önmaga feljelentése ellen. Tehát Pesti Fekete Doboz László, ő a Fidesznek egy ős tagja, egy ős fideszes. A kezdet kezdete óta Orbán Viktornak a híve. És most is úgy fogalmazza ezt meg, hogy itt van ez a rettenetes oligarchia, itt van ez a rettenetes oligarcha tenyérbemászás a jachtjaikkal, meg a luxusautóikkal, meg a mérhetetlen korrupcióval. Ha Orbán Viktor tudna erről, bizonyára nem létezne. De Orbán Viktor nem tud erről, de most itt van ez az e-mail fiók, amit Orbán Viktor nem tud elvégezni, mert nincs hatalma, meg nincs rendesen felhatalmazva Magyarországon, hogy ezeket mocskos oligarchákat ezeket eltávolítsa. Na de itt van az e-mail fiók. Vagy személyesen a Karamellitának a pincébe el lehet menni és elmondani. Itt van Orbán Viktornak a lehetőség. Előveheti Orbán Viktor a laptopját, vagy lediktálhatja az asszisztensének a feljelentést, és akkor Orbán Viktor is a névtelen feljelentő e-mailre elküldheti a saját észrevételeit, és akkor azt nagy nyilvánosságra hozza Pesti Fekete Doboz Lászlóna, és akkor ezekkel az oligarchákkal mind leszámolnak, és Orbán Viktor örülni fog. Így fogalmaz. Ugye, sajátos, hogy Orbán Viktor erről az egészről nem tud, a jó király. Hát, tudod, igen. Csak a rossz tanácsadók. A geci tanácsadók azok, meg ezek a szemét rohadt tolvaj gazember oligarchák. Nem tűnt fel neki, hogy az összes rokona meg barátja gazdagra? Ugye, mióta a hatalma van? Nem érti. Mert amiközben ő hadakozik Európa szerte, hogy megvédelmezze a keresztény Európát Európa elsorvadásától, az európai LMBT lobbitól, az NGO-któl, Soros Györgytől, a brüsszeli bürokratáktól, hát közben a legközvetlenebb rokonai, munkatársai a hátába döfik a tört, és fölhalmozzák ezeket a hatalmas vagyonokat, miközben ő hát nem is veszi észre, mert hát szabadságharcban van. Észre, hogy a lelőnek új felesége van, meg Szerintem a Lülőnek az új feleségét azt úgy szerződtette mellé a rendszer. Mert az már kínos volt, hogy a Lülő inkább hasonlít egy Szélkálmán téren megvásárolt személyigazolványhoz, mint egy tényleges nagyvállalkozóhoz, és ezért egy nagyon gazdag, nagyon intelligens, hallatlanul nagy presztízsű feleséget szerzett neki, hogy szerezze meg azt az élményt a magyaroknak, hogy ez a Lülő, ez a maga jogán kúr ilyen csajokat. Ez a cinizmus, ez a Lipschitz cinizmus, nem lehet, hogy szerelem? Na? A szerelem? Ez még eddig eszembe se jutott. És most én itt megpróbáltam... Még, hogy mi rontunk meg igen, téged. Igen, megpróbáltam Cupido fészkébe szarni. Ne haragudjatok rám, ezért kérlek. Nem akartam rosszat, nem akartam bajt. Ugyanúgy, ahogyan LL Junior sem. Minden esetre az a tény, hogy a rendszer szerez egy házasságot, egy családos embernek. A rendszer kitéríti a család öleléséből, a család biztonságából és a család tradíciójából a magyarok leggazdagabbikát, a magyarok legbefolyásosabbikát. Ez minden esetre beszédes. Tehát én azt gondoltam, hogy a rendszer inkább ezekből a szexuális élményekből a család biztonsága, a család meghittsége, a család oltalma felé tereli a legjobbjait, és nem kifelé. Jó, de te is tudod, hogy a család az valójában nem az családot jelenti, hanem a család. A nagy család, ami, tudod, ami körbe csak belépett a Várkonyi Andi, de ettől még család, Isten haza család. De a család az orbán családot jelenti ebben az igen, és persze, ami nem a Mészáros, igen. Ugyanúgy nem lenne tagja. Mészáros volt, felesége sem maradt a családon kívül. Igen, igen, na, hát családban. Azért, na, az gondoskodtak igen. Róla. Isten az a magyarok istene, a haza az nem lehet ellenzékben, és a család az meg az Orbán család. Pontosan. Jó, hát kicsit rossz indulatok voltunk, úgy érzem a Lölővel, de mindegy, ezt majd bocsánatot kérünk érte egy másik adásban. Van az e-mail fiúk, majd ott bocsánatot kérünk tőle. Vagy odaírom, hogy én szerintem nagyon meggazdagodott. Nézzetek már után. Igen, oda fogom írni az e-mail fiókba, hogy azért ez már felháborító, ami a Mészárossal történik, ha Orbán Viktor tudná, akkor lenne itt nem ulas.
Ezt fogom elküldeni nekik, és tudod, arra vagyok kurva kíváncsi, hogy mi fog kiderülni, amikor majd lezárja a szavazást Pesti Fekete Doboz László, és nyilvánosságra hozza mindazt, ami az e-mail fiókban van. Mik fognak kiderülni, amiket most mi még nem tudunk? Tudod, hát, hogy mert ő azt mondja, hogy itt van egy atombomba, és ő ezt hamarosan ledobja, mint Oppenheimer. És kurvára várjuk, hogy micsoda, csak nem tudjuk elképzelni, hogy mekkorát fog csattanni. De összeszedi a lipsiket, akik jelentgetik őket. Igen, lehet, hogy egy új névsor készül. De miért hozná nyilvánosságra szét a Rickroll videókat, meg a My Name is Jeff videókat, amiket elküldenek erre? Bassza meg, lehet, hogy adatbázist építenek a lipsikből, akik erre küldenek. De azt mondta külön, hogy protomérről küldje mindenki, és akkor az nem lehet majd. Lehet, hogy azt már tudja, hogyan kell. Frémérről küldje minden. De akik ilyenekre írnak, azok a, tudod, az a fajta nyugdíjas, aki áll az ablakban egész nap, és így alig várja, hogy valakit felnyomjon, vagy valakit bekapjon. Nekünk is volt ilyen szomszédunk, hogy így azt gondolom, hogy ezek itt teleírják, biztos nagyon hasznos e-mailekkel majd a dolgokat, hogy múltkor is láttam az utcán egy embert, nagyon gyanúsan ment, és akkor vagy kicsit barnább volt a bőre, mint szeretem. Ja, meg 4 óra 30-kor szokott hazaérni, de 35-kor ért haza a szomszéd, igen. Úgyhogy valószínűleg. Lehet, hogy egyszerűen csak annyit kell írni, hogy a mészáros gazdagszik, és engem kihagyott ebből. És a kis embert már megint kihagyják belőle, mert hogy a magyar embernek az a baj a korrupcióval, ami a gruppenszexel, tudod, hogy kimarad belőle. Ez az igazi probléma. De nekem ez tényleg ez a problémám, hogy miért nem vagyunk mindannyian benne, mert akkor már nem is korrupció lenne, hanem felelős gazdálkodás. Túl sokan vagyunk. Amúgy ezt is mondja a Pesti László, hogy rohadjon meg, hogy iszét. Hát a nemzeti együttműködés rendszer az régen még mi volt? Hát az egész haza benne volt. 2,5 millió ember. De hányban? Hát 10-ben. Ja, 10-ben? És azt mondja, ja, választás után, választás után 5 perccel még nagyon faszabb volt a rendszer. Hát a kihirdetésekor, de hogy azt mondja akkor is, hogy mindenki benne volt, 2,5 millió ember. Ezt nem fogom megérteni soha, hogy ennek az embernek... Az tényleg mindenki a 2,5 millió? A magyarság, szavazójuk, amit ő képviselni akar, az ez a 2,5 millió ember a maradék. A többi nem akart benne lenni. Meg volt volna lehetőség. Neked igen, is megvan a lehetőséged. De most, tudod, magadat rekeszted ki a nemzetből. Igen. Hát igen. Nem kéne ilyeneket mondani nyilván az interneten sokkal. Én a nemzeten belüli nemzetben nem fértem bele, bassza meg. Csak hogy az a nemzet, aminek a Mészáros Lőrinc az ászlós hajója, az nem biztos, hogy az a baj, hogyha ebből maradok ki, mint ahogy, hát mondjuk, nem tudom, volt egy olyan nemzeti kurzus is, nem? Aki kirekesztett másokat, akik ugyancsak a nemzethez akartak tartozni, és aztán utána mégse egy ilyen jó emlékű dolog maradt meg az emberekbe ezzel kapcsolatban, és nem baj, hogyha nem azonosítják őket velük. Érdekes, hogy vannak ilyenek. Jó, én most elegem van a politikából. Úgyhogy most egy ilyen lájtos hírrel akarom zárni, tessék. Molnár Piroska mindennapi egy 53 évvel fiatal férfi aranyozza be, Európát is bejárták így együtt. Úristen. Ez egy kicsit étvágy elterelő tartalom. Vagy hogy nem tudom, hogy fogalmazzak. Nem kedvez a gyomortartalom megőrzésének. Hogy lehetsz ilyen? Hát lehet, hogy ők is szerelmesek. Vagy valószínűleg azok amúgy, de hát most mennyi? 53 év van közöttük? 77 éves színésznő. Most egy gyors fejszámolás. Ja, 34 éves. Annyi idős, mint mi. Képzeld el, hogy nem 34, jársz. 24. Mi? Nem. Micsoda? Igazad van, bassza meg. 77 éves színésznő és a 24 éves partnere. De teked már lejjebb, hát ott van közös képű. Úr, Isten. Minden kívánságát lesi a színésznőnek. Azt a kurva. Vége a magányos időszaknak. Egy eltartási szerződést sejtek a háttérben. Vizionálsz. Úgy képzeled, hogy igen. Így történhet. Igen. Tényleg olyan furcsa, mint a nagymamád bejárna, nem? Igen, úgy képzeled, hogy viszonylag, igen, úgy, mint hogyha a nagymamáddal, igen. Mint ha a nagymamáddal, igen, és biztos, hogy jól főz. És nem csak a recepteket öröklöd meg, hanem az egész lakást. És főleg az a kemény, hogy ez ránk tartozik. Tudhat valamit. Hogy ez fontos tudás. Nyilván tud valamit Molnár Piroska, például utazni. Az biztosan de, tud. De most már van rá pénzé. És Gergő minden kívánságát lesi a művésznőnek. Az is érdekes, hogy nagyon, tehát a kommentek ez alatt a cikk alatt nem arról szóltak, hogy vén
kecske, meg nem tudom, hanem azt volt, hogy na hát milyen jó az öreg Molnár Piroskának, milyen ügyes, igen, sok igen. boldogságot. Igen. Na, de az Orbán rendszerrel is így vannak. Hát milyen, az... milyen én is így csinálnám, hogy ha tudnám, csak én nem az tudom. Orbán fóbiát nem engedi. Jaj, ja. A legpolitikamentesebb hírt kerestem egyébként meg. Ott a, egyébként a helyzet az, hogyha a férfi lenne hány évvel idősebb? 50, igen, ez az 53 évvel. Ha a férfi lenne 53 évvel idősebb, tehát ugyanezek az életkorok, de ellentétes nemi jelleggel reprezentálódnának a Story magazinban, akkor is ugyanezt mondanánk. Azt... És a helyzet az, hogy én az Endi Vajna és a Palácsik Tímea házasságánál, főleg amikor a pap összeadta őket a bazilikában, tudod, egy kicsit olyan ez, mint hogyha a szentelt víztartóba húgyozott volna. Kicsit olyan ez a bazilikában összeadni a Palácsik témát az Endi Vajnával, és azt mondani, hogy Jézus Krisztus et Domine Patris et Filius et Spiritus Sanctis. Még miért ezt folytatnátok? Ez elméletileg nem romantikus kapcsolat, azt állítják. Szóval valószínűleg olyan, mint hogyha így fogadok. Nem romantikus kapcsolat, de együtt utazni. Hát segít neki, olyan, mint a nagymamájának. Ja. Segít neki elélvezni. Utazni! Ja, utazni, érte? A barátaim is elfogadták, befogadták. Szeretik, már mindenki úgy emlegeti a fogadott kis unokám. Hú, ez egyre szörnyűbb. Én pedig azt érzem, a Soros tényleg adott nekem egy unokát. Nem a Sors. De hát ez már egy sokkal szebb, nem? Igen. Most kér bocsánatot az első kommentjét. Rossz az, aki rosszra gondol. Én kérek elnézést. Te vagy, aki meglátta Molnár Piroskát, ezt rögtön. Igen, mert tudod, az igazság, hogy te kedve Ádám, bazen, mit írtott? Azt mondja, hogy életem legjobb döntés volt, és remélem ő is ezt mondja, egy biztos, én már élni nem tudnék nélküle. Történjen bármi, számíthatok rá, nem tudok olyat kérni, de még kérés nélkül is, amit ne teljesítene. Hát ilyen egy unoka, ugye bár? Ezt mondom valakiről, azt tudhatjátok, hogy az az unokám, akiről beszélek. Azért, mert beteg az agyatok. Ez csak egy normális kapcsolat. Két ember között. Hát egy nagymama és egy unokat között. Én is úgy szeretnék egy 74 éves nővel utazgatni, bejárni a világot, elmenni megnézni Machu Picchu-t például, vagy elmenni Tibetbe. Mert mindig is erről ábrándoztam, hogy elmegyek és megnézem a kínai nagyfalat a nagyimmal. De sosem jött össze, mert a nagyim az hát nem érte meg a születésemet, de most itt van ez az idős színművésznő. Igen, akinek bármit megtenek. Bármit megteszek, és hál' Istennek sosem kért még semmi illetlent. De bármit megteszek, úgyhogy kurva nagy szerencse, hogy sosem kért még semmi illetlent, mert azt is kénytelen lennék megtenni. De érdekes, hogyha fordítva lenne, akkor tényleg mindenki arra gondolna, sugárolni, pedig ott is lehet, hogy csak a nagypapájukkal akarják bejárni. Érdekes. A Puncs.hu az erről szól, nem? Ott ilyen nagypapát keresnek maguknak. Nagypapát keresnek maguknak, mert szeretnének tisztelni valakit, és bölcs tanácsokra valaki vágynak. Valaki jöjjön oda, hogy főztem pálinkát. Bölcs életvezetési tanácsokra vágynak. De amúgy nem csak illetlent nem kért, hanem még szerencsére ugye semmi illegálisat sem, mert ugye lehet, hogy például ő törné el a térdét az embereknek, akiknek kölcsön ad. Életem legjobb döntése volt, fogalmaz Molnár Piroska. Tehát jobb döntés volt, mint színművésznek állni. És azért már volt néhány döntés mögötte. Igen, van néhány döntés, és ez volt a legjobb mind közül. Ez volt a legjobb. Ez egy extra hosszú visszatérés volt. Hát köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, és gratulálok a 100 000 feliratkozóhoz. Köszönjük, Robi. Anélkül nem jöhetett volna össze, hogy veled promóz. Igen, mert mindig 50 000-nél lennénk. Most le fog iratkozni, hogy 50 000 ember. Most pedig az 50 000 ember, aki én miattam iratkozott fel erre a hülyeségre, legyen szíves, iratkozzon át hozzám. Mert valószínűleg oda föl vannak iratkozva. Úgyhogy ez volt a... Jó, akkor basszák meg! Akkor nem is kellenek. Úgyis mindjárt meg lesz a 200 000, nem? Azt is össze kell hozni. Jaja. Harangozva, hogy akkor elmegy a csoki. Biztos rengetegen fel fognak illetve. Igen, de én szeretném, ha Bajer Zsolt jönne el. Ez mondjuk jó lenne. Az jó lenne. Hát is egy kicsit azért. Ha meg lesz a 200 000, meghívom Bajer Zsoltot. Könycseppet elmorzsolok, hogy nem én, de mindegy, akkor menjen a Bajer Zsolt. Figyelj, én a nemzetem belülről szeretnék választani valakit. Hát, ha a magyar rá szeret. De engem csak globálissá tudnál szeretni, arra meg semmi szükségem nincsen. Abból már van a padláson is. Én olyan magyar rá, ami nem éri meg. Na hát akkor 200 000-nél újra jön a Robi.
ugye? Igen, és most már Nessai nagyon lehajott minket, szóval egy kicsit segítsetek, mert ez borzalmas. Azt meg is kell érni. Na, Csoki, zárd le, bölcs szavak, hogy te... Hogy szoktuk lezárni? El is felejtettem már, bazzeg. Ja, igen. Ja, Jerry Springer Show. Le kell vonni a következtetést. Mi a tanulság? Amúgy mit tanultunk ma? Én is ezen gondolkodtam, de hát igen, hogyha valaki egy öreg asszonynak a sofőrjei vagytok, akkor azért gondoljátok át, milyen jó döntést hozhattok, de hát ugye életetek legjobb döntése lesz. Nekünk az életünk legjobb döntése, hogy holnap. Ha a Robi nélkül is, de újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Igazam van, igazam van, éjjel-nappal igazam, éjjel-nappal, Jimmy Benelli járt.